A 8 gyerekes hajléktalan réti család saját házat kapott. Megdolgoztak érte kastélyos dombon, Dániából importált módszerrel és dán támogatással magyar hajléktalan családokat próbál visszavezetni az életbe az ökumenikus segélyszervezet. És mindenki jól jár. Lássuk a módszert és az első családot, amely így jutott házhoz. M. Kis Csaba járt a horvát határhoz közeli Baranyai faluban. Ki az asztalra, mamám akkor csinálhatta. Úgy, ahogy kell. A kastélyos dombói kastély kakasa benyelt egy darazsat, megfulladt. A kastélyban élők vacsorája lesz belőle. 8 gyerekünk van. Ugye, mi ketten vagyunk. De hát mi megfelezzük a egyik lakótársunkat. Megfelezzük. Eszünk együtt az asztalnál. Közösen is szoktunk vacsorázni a szomszédtársainkkal. Ugye ez nálunk ez egy jó megosztott dolog, mert hál' Istenem, ilyen vita nincsen, úgyhogy ezeket meg szoktuk oldani. 5 korábban hajléktalan család él jelenleg ebben az épületben, 10 felnőtt és 29 gyerek. A 29-ből 8 rétiéké. Ez a sor a gyerekeké így végig. Ez így a gyerekeké végig. Ezt ők csinálták saját maguk, csak mi az a kuponrendszerbe kapták ezt a vetőmagokat, és kuponni tér is fogják művelni gyakorlatilag a földet. A 10 hónapja működő rendszer lényege az, hogy a hajléktalanná vált családok, ha megfelelnek a feltételeknek, és elfogadják a szigorú szabályokat, akkor ide költözhetnek a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet által működtetett átmeneti otthonba. Itt közmunkásként saját magukért és az otthon fejlesztésért kell dolgozniuk. Az elvégzett munkáért kuponokat kapnak, amiket később beválthatnak. A gyerekek például csokira, a lányok parfümre, a felnőttek pedig akár gáztűzhelyre is. Azok az emberek, akiknek mi segítséget nyújtunk, azok azt érezzék, hogy ezért a segítségéről nekik tenni is kell. Tehát mi nem csak adjuk az adományt, és ők nem csak elfogadják, hanem ők nagyon keményen ezért meg is dolgoznak. A szállásért is fizetniük kell, ellátás nincs, ha jól gazdálkodnak, esznek minden nap, ha rosszul, akkor nem. De hogy jól menjenek a dolgok, ahhoz minden segítséget megkapnak. Például elméleti és gyakorlati képzést, amit eleinte a saját maguk által létrehozott gazdaságban hasznosíthatnak. Az egykor elme szociális otthonként működő lerobbant kastély és a hozzá tartozó elvadult földek rendbetételében is részt kell venniük. A gyerekek óvodába, iskolába járnak, és ha szükséges, akkor helyben kapnak külön felzárkóztató képzést is. Nem sokára ebben az épületben. Aki ebbe a programba sikeresen részt tud venni elméleti és gyakorlati oktatás keretén belül, az kap a segélyszervezettől házat, amelybe kiköltözhet, és ahol saját maga ugyanezt a megtanultakat tovább folytathatja. Az első család, akik házat kaptak, rétiék. Az ökumenikus segélyszervezet a teljes felújításban és a bebútorozásban is segít, de például az olyan segédmunkákat, mint a vakolat leverése, burkolat felszedése, a családnak kell elvégeznie. Imre és Emma lelkes. Van munka bőven. A házhoz kapnak majd még egy úgynevezett kezdőcsomagot is, vetőmagokkal, kisállatokkal és a földműveléshez szükséges eszközökkel, továbbá szakmai támogatással. Rétiék egyelőre a kastély 2 szobájában élnek a 8 gyerekkel. 4 fiú, 4 lány, a legidősebb 15 éves, a legkisebb 11 hónapos. És akkor a Viktória mondja, ha elalszik az Emma, akkor menjek mellé. Ha a Viki mellé megyek, akkor az öcsi mondja, ha elalszik a Viktória, akkor bújjak mellé. Tehát így be kell osztanom az időt egész éjszak, hogy mindegyik mellett legyek egy kicsit. De alszik is? Alszok is közben, felébredek, és akkor megyek a következő mellé. És hát reggel meg felébredek valaki mellett, és kezdődik a nap. Júliusban már az új életük is elkezdődhet. Addigra lakható lesz a ház, és a családfő mintagazdaságot ígér az egyelőre eldurvult portára, állatokkal, veteménnyel, úgy, ahogy azt tanították neki.